Sziasztok! Na, jött egy kis inspiráció, hogy egy pár gondolatot megosszak így a tegnapi posztommal kapcsolatban. Én változó volt az, hogy ki hogyan értette a posztot. Itt a közösségépítéssel kapcsolatos posztomról van szó. Hú, a közösségépítés ez egy nagyon nehéz téma a ma emberének, mert ebbe a fogyasztói társadalomban nagyon-nagyon elfelejtettük azt, hogy mit jelent a közösség. Ugye ezen az elmúlt pár száz évben elég erőteljesen dolgoztak mondjuk úgy, hogy azok az erők, akik a világot jobban manipulálni szeretnék, és szeretnék ezt a fajta egységet szétzúzni, mert ugye egyenként könnyebben manipulálhatók vagyunk. Ez az egész közösségi felfogás az úgy nagyon nehezen van benne az emberekben, vagy csak nyomokban tartalmazzuk azt a fajta létfelfogást, hogy közösségben minden könnyű, vagy közösségben minden megy, vagy csak közösségben mennek dolgok. Ugye az egész modern civilizáció, ez arra épül rá, hogy te egyedül is oké vagy. Ugye? Tehát, hogyha neked minden technológiád megvan, nem kell senki semmihez. Vagy neked megvan a pénzed, és akkor fizetni, alkalmazni tudsz embereket arra, hogy a saját dolgaidat csináld. És ugye teljesen rá vagyunk nevelve arra a dologra, hogy nem kell senki, vagy ha kell, akkor azt megveszem, és akkor megfizetem, és akkor csinálom a saját dolgomat, és nem érdekel a közös dolog. Szóval ez egy nagyon nehéz állapot, pszichikális állapot az emberekben, hogy közösen csinálni valamit, egy közös célért, ugye az ember, mindenki el van a saját dolgaival, ó, hagyjál már engem a közösséggel, amikor csak próbálok túlélni. Pedig pont ugye arról van szó, hogy közösségben tudunk igazából valóban nagy dolgokat csinálni. Szóval ez a fajta felfogás, ez ugye teljes mértékben egy ilyen, ugye az önérdek, nek a gyökér felfogásából származik, hogy egy olyan mindset, vagy egy olyan szemlélet van beleültetve az emberbe, hogy mindent csak akkor csinál, hogyha valami érdeke származik belőle. Ugye ez megint ellentmondásos a közösségi felfogással. Mert ugye ez a fogyasztói társadalom mos agyba bennünket, hogy minden dolog a profitért történik, és olyan nincs, hogy valaki önzetlenül ad valamit. A közösségi felfogás az meg pont az ellenkezője. Hogy a közösség, egy közösség az úgy kezdődik, hogyha valaki még vidéken egy-két olyan helyet tud találni, hogy nekem, hála jó Istennek, nagyon jó tapasztalataim vannak, mert ott azok a dolgok abszolút működnek, hogy jövök, adok valamit. És ugye az ember azt mondja, meglepődik, hogy hú, ne viccelj, most ez mi ez? Akkor én is adok valamit. Ugye ennek az egész adni-kapni metafizikájának a megértése a kulcsa a közösségépítésnek. És a közösségek létrejötte pedig a kulcsa a jövőnknek. Tehát, hogyha mi ezt nem próbáljuk meg, hogy visszaépítsük azt, hogy a közösségek tudjanak működni, akkor igazából mi a jövőben el leszünk veszve. Mert természetesen, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez a világ majd megy tovább, és itt a technológia csúcsára fogunk érni, és minden meg lesz oldva igazából, minden robotokkal, meg droidokkal, meg minden, meg azok leszünk majd mi is. Ugye, hogy így volt erről is szó, hogy itt a transhumanizmusnak a nagy képviselőit bizonyos emberek a csoporton belül itt éltették, akik teljesen pszichopaták, és arról beszélnek, hogy itt a homo sapiensnek vége is. Akkor itt majd lesznek genetikailag manipulálható robotok, és milyen jó lesz nekünk. Tehát itt ez pont az ellenkező irányba, ugye, hogyha ezek az emberek más buszon ülnek, ami megy majd egy irányba, mi meg ebbe a csoportba itt akarunk megint egy másik buszon ülni, ami abba az irányba megy, ami egy normális természetes világ
felépítéséről szól. Szóval, tehát itt meg kell érteni azt, hogy a közösségeknek a jövőnk az attól függ, hogyha ez a rendszer beomlik és be fog omlani X időn belül, ez lehet, hogy 10 év. Én úgy gondolom, hogy körülbelül 10 év, addig folyamatosan fogunk lefelé épülni. Épül a rendszer, közben mellette épül az alternatíva. Tehát létrejönnek a közösségek, de ehhez a váltáshoz, hogy a közösségek tudjanak működni a fejünkben, egy óriási paradigmaváltás szükséges. Az, hogy minden dolgot pozitív értelemben átprogramozni, amivel a fogyasztói társadalom az minket agyba mosott. Hogy neked mindenből profitálni kell. Te mindig akkor csinálj valamit, úgy működtesd a kapcsolataidat, ha profitod van belőle. Ha legyél szerelmes csak úgy, hogyha ne szeress senkit úgy, hogy nincs profitod belőle. Ugye erről szólnak általában a ilyen párkapcsolati tréningek, hogy egyenlítsétek ki mennyit ad. Ember, a szeretet az arról szól, hogy önzetlenül adom. Mindegy, hogy most mi van vissza, vagy akkor is tudom beletenni, amikor nem jön vissza. Vagy ugye minden egy üzlet, az emberi kapcsolatok egy üzlet, minden profit függő. Én valamiben befektetek. A befektetés az azt jelenti, hogy befektetek valamiben, mert profitot várok belőle. A közösségek nem így működnek. A legkisebb dolog, a család sem így működik. A család úgy működik, hogy az apa meg az anya a gyerekeket állandóan önzetlenül táplálja, szolgálja, stb., ami majd később egy bizonyos ponton visszafelé fordul, és hogyha egészséges marad a kapcsolat, és egészségesek a benne lévők, akkor ez öregkorban pont visszafelé fog fordulni, hogy akkor pedig, amikor már a gyermek úgymond nem tud profitálni a szülőből, akkor is adja a gondoskodását és az életét ennek a dolognak. Ami családon belül megy, ugyanaz működik a nagy közösségbe is. Az, hogy az ember elkezd önzetlenül valamit adni egy olyan közösségbe, amire úgy gondolja, hogy ez megérdemli. És ugye a fő mentalitás az, ugye az adni-kapni metafizikáját írtam ki, hogy erről fogok nagyjából beszélni, és hogy ennek milyen kontextusa van a közösség felé. Az adni-kapninek a működési elve az, hogy amikor te akarsz kapni, minden ember akar kapni. Pláne a mai világban úgy vagyunk kondicionálva, hogy nekünk kell kapni. Mindent azért csinálok, mert kapok érte valamit. De emlék dolgozni, mert kapok érte pénzt, azért van egy szerelmem, mert kapok ki tőle valamit, azért vannak barátaim, mert ők adnak nekem valamit, és mindent azonnal felrugok, ha abból nincs profitom. Egészen ez a társadalmi dolgokig, hogy most itt a társadalomba kell csinálni. Én akkor maradok egy társadalomba, ha minden nagyon frankó, és fullon profitálok ebből. Ha ez a társadalom problémás, vannak megoldásra váró dolgok, akkor az nem az én dolgom, akkor elmegyek egy másik társadalomba, egy másik országba, mert ott gond nélkül tudok profitálni, anélkül, hogy nekem valamit meg kéne oldanom a saját életemben. Szóval ez a fogyasztói társadalomnak az agymosó, önző, egoista, profit, éhes tudatállapota. És az a baj, hogy ezzel mi agyba vagyunk mosva. Szóval ez a genetikánkba beleívódott, így az elmúlt pár száz év alatt, ugye a felmenőinken keresztül, hogy mindent a profit határoz meg, és ebben a tudatállapotban soha nem fogsz tudni közösséget létrehozni. Ilyen, hogy érdek közösség, ez egy nagyon rövid távú történet, mert amint megborul az adás és a kapásnak a balansza, az a szövetség az azonnal széthull. Azok a hosszantartó közösségek csak, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy mit tudnak beletenni egy társadalomba, mit tudnak beletenni egy közösségbe, és az a dolog fog működni, az a dolog hosszú távon fog profitálni. Nézzük meg a pszichológiáját ennek az egész adni-kapni dolognak. Az egész adni-kapni dolog az úgy működik, hogy az ember szeretnék kapni, akkor én elkezdek kifelé árasztani. És önzetlenül adsz, és egy ponton, ugye azok az emberek, akik vannak azon a tudati minőségen, azok azonnal reagálnak arra. Hú, kaptam valamit, mit tudok visszaadni? Ugye milyen érdekes dolog, hogy itt a szomszéddal az ember úgy van, hogy itt van egy bácsi, és folyamatosan egész nyáron a gyerekek mindig mentek át hozzá, és mindig jöttek haza szőlővel, ezzel, azzal, amazzal. A kicsi kisgyerek, a kislányom, aki egy nagyon tiszta lélek, ő,
ő szedte a borsót a kertbe, és ette meg ott nyersen. És akkor látta a szomszéd bácsit, és oda ment, átment egy marék borsóval, hogy Józsi bácsi, itt egy kis borsó. Azonnal jött haza egy kosár szőlővel. Na jó, a kosár szőlő mi az, amit generál? Hát Józsi bácsi a boltból veszi a kenyeret, mi meg itthon sütjük melegen, akkor a gyerek ment át a kis sült kenyérrel, és vitte át neki, mert Józsi bácsinak ő azonnal érezte azt, hogy mit tudnánk adni. Szóval ez az, ahogy működnek emberi kapcsolatok, így működnek közösségek. De ehhez mi kell először? Az, hogy valaki belekerüljön abba az állapotba, hogy folyamatosan tud adni önzetlenül, anélkül, hogy bármit visszavárjon. És az egyfajta bőséget fog generálni, és elkezd ez a bőség visszaáramolni, mert emberek százai és ezrei jelennek, meg ők azt mondják, hogy hú, de én is nagyon sokat kaptam tőled, és én adom. Így működnek a vezetők is. Itt szóba került a jegyzet alatt, hogy hogyan működik ki egy vezető. Ugye általában a vezető szót valaki meghallja a mai világban, kirázza a hideg tőle. Mert ugye milyen vezetői minták vannak, milyen mintalenyomatok vannak az elménkben, hogy a vezető az, aki elvesz, aki irányít, aki, aki kihasznál, aki rajtad él, és aki hasznot húz belőle, de ez nem a vezető. Ez a mai eltorzult vezetői minta. A vezető az, aki az életét adja egy bizonyos fajta rendszernek, amit ő vezet. És ő az első számú szolgája. Hála jó Istennek vannak még példák, a mai Butánban ott a király, az 15 évente, aki kerül, az 15 évet lemond, és az ő úgy gondolja magáról, hogy ő az első számú szolgája a nemzetének. Ez egy valódi vezető, ezt hívják természetes vezetőnek, de majd mindjárt egy pár szót beszélek a tizedes rendszerről, hogy az hogyan épül alulról fölfelé. De a vezetőnek a valódi vezető az olyan, hogy ő megy elől, ő csinálja először, ő tesz bele a legtöbbet, és a vezető az, aki a közösséget első számúan szolgálja, a saját kényelmét feladva. Ez régi spirituális rendszerekben ez így volt, én az indiai kultúrában nagyon járatos vagyok, és ott is ez volt, hogy a brámanák, a tanítók, és a ksatria, valódi ksatria királyok, ugye, akiknek a szolgálata az volt, hogy ő volt a rendszer vezetője, de ő felelősséget vállalt mindenkire. És ha valakinek problémája volt, ő neki volt a kötelessége, hogy mindenkinek a problémáját megoldja, a jólétét fenntartsa, megvédje. Ugye a úgymond a szellemi vezetők azoknak pedig természetesen ott volt az, hogy az a fajta vezetés, hogy mindenkinek a tanácsot és a tanítást megadják, hogy hogyan tudják a legjobban vezetni az életüket. De úgy néz ki, hogy ezek voltak a fölsőbb kasztok, mondjuk úgy, akik, de a valódi, nem az eltorzult társadalomban, ők voltak igazából a társadalomnak a szolgái. De ez ugyanúgy gondolom, hogy az ős magyar kultúrában is ugyanígy volt, hogy volt a táltos, meg volt a király, és amikor egy spirituálisan magas szintű tudattal rendelkező király volt, akkor ő ugyanúgy ezt szolgálatként élte meg. És ugye ez a tizedes rendszer is úgy alakul, hogy alulról építkezik. Tehát itt 10 ember választ magának egy olyan embert, aki úgy gondolja, hogy a legképesítettebb, hogy ezt a 10 embert képviselje. Ez egy tized. Aztán 10 ilyen tizedből a 10 tizedes vezető választ önmagának a legképesítettebb, a legszolgálatkészebb, a legtöbbet áldozó, felelősséget vállaló embert magának századosnak. A századosok egy ezredes, és úgy megy fölfel. Ez egy alulról építkező, valódi demokratikus rendszer, amiben a legképesítettebb, a legáldozatkészebb, a legszolgálatkészebb, a legnagyobb felelősséget vállaló személy kerül vezetői helyzetbe. Aki először elől megy, aki felelősséget vállal mindenkire, és próbál úgy vezetni, hogy ez mindenki hasznára van, és higgyétek el, ezek a szerepek a legnehezebb szerepek. Mert ők viszik a vállukon az egész történetet. Ez a mai világban nem látható. Ez egyelőre egy idea. Mert ugye a mai vezetők azok teljesen másképpen működnek. De mi akarunk egy új dolgot felépíteni. És hogyha nem töröljük ki az agyunkból ezeket a fajta hamis mintákat, hogy mi
nem a közös, akarunk közösséget, mert rájöttünk arra, hogy nekem nem megy egyedül. De a régi mintákon keresztül nézünk az új paradigmára, hogy az új idea, hogy a közösség oké, de hát akkor belépek egy közösségbe, mi hasznom van nekem ebből? Találjunk ki valami jó projektet. Például ugye említettem itt a jegyzetben, volt egy olyan dolog, hogy hallgattam hónapokon keresztül levelek százain, meg telefonhívásokból, hogy figyelj, de hát itt vagyunk már, ugye akkor tavaly 70 ezeren voltunk a csoportban. Itt vagyunk 70 ezeren. Miért nem adunk be mindannyian 1000 forintot, és akkor 70 millió forintból veszünk egy csodálatos birtokot, és akkor csináljunk abból egy olyan helyet, ahova jöhetnek emberek, és aztán utána csináljunk még egyet, és még egyet, és még egyet. Rengeteg lehetőség van. Fel sem tudjuk fogni, hogy milyen lehetőségek vannak abban, hogy az emberek számára mit tudunk ajánlani. Ugye rengetegen jönnek azzal, hogy nekem nincsenek lehetőségeim. Én mennék, én értek ehhez, értek ahhoz, nem tudunk helyet adni embereknek, nem tudunk lakhelyet adni, földet adni, házat adni, pedig ők virágzó dolgokat képesek lennének fölépíteni. És ugye jött nekem, mindenki nekem szegezte a kérdést, oké, de hát akkor te dobd be azt, hogy gyűjtsél pénzt. Mondom, de hogy gyűjtök pénzt, ide teszel nekem egy célkeresztet, amiben engem fog ócsárolni mindenki, hogy ezt az egészet azért csinálta, hogy pénzt gyűjtsön, és jöttek is ám rendesen. Tehát ott voltak ugye ezek a régi minták az emberekben, amikor valaki akar valamit csinálni másokért, az azonnal valami profitorientált, érdek dolog, és stb. És ugye én megkíséreltem ezt, na, meg is kaptam egy részét, és aztán utána 70 ezer emberből 100 ember gondolta úgy, hogy akkor valami 2000 forintot gyűjtöttünk, és hogy tehát nevetséges volt a visszajelzése annak, hogy itt emberek hogyan tudunk összeállni, és egy jelentéktelen, számunkra jelentéktelen százalékkal, energiával én beleteszek oda valamit. Nem működött. Tehát az igény megvolt rá, az ötletek megvoltak rá, csak ugye amikor ott van az a dolog, hogy oké, itt a szekér kitolja, mert utazni mindenki szeret rajta. Tolni senki nem szereti. Tehát mindenki, mert ez még a fogyasztói társadalomból lévő gondolatok azok, amik által működünk, hogy majd amikor valami nagyon jól megy, akkor oda megyünk mi is, és akkor nézzük meg, mit lehet abból levenni. De adni nem akarok, áldozni nem akarok semmit belőle, tehát ezek a közösségi felfogások nem működnek. És ugyanez most az oldallal kapcsolatban is volt, hogy ugye erről írtam a jegyzetben, hogy mindenkitől ezt hallgattam, hogy hú, ez rendkívül fontos ez az oldal, és ezt meg kell csinálni. És ugye én tavaly évvége óta folyamatosan különböző előadásokban, beszélgetésekben mindig felhozom ezt a témát, hogy gyerekek, ez a Facebook oldal nem elég. Nem elég, mert nincsen annyi funkció, nem tudunk alcsoportokat benne létrehozni, nem tudunk közösségek szerint, régiók szerint rendeződni, nem tudjuk kikerülni azt a dolgot, hogy én nem akarom nézni azt a posztot, amit megosztott ez, vagy megosztott az, ő nem akarja nézni az én posztomat, nem tudunk szétválni, és megy az állandó vita, az állandó verekedés, arról nem beszélve, hogy a Facebookon vagyunk, ami meg az, hogy milyen oldal, meg hogy kik csinálták, vagy meg hogy miért csinálták, azt félretéve, akkor is egy olyan cenzúrával rendelkező dolog, hogy ide rakjuk be az értékeinket, a kapcsolatainkat, a tudástárunkat, és egy tolvonással tudják kitörölni azonnal. Szóval én éreztem belül azt, hogy kell egy olyan platform, ahova át lehet költözni. És akkor azt lehet mondani, hogy oda feltöltöm a PDF-eimet egy könyvtárba, az összes videómat, a kapcsolataimat. És nem tudja valaki azt csak kitörölni egy tolvonással, és akkor ott szépen építgetünk dolgokat. És akkor jött nekem az, hogy oké, én utána néztem, milyen lenne csinálni egy oldalt. Kaptam ilyen 15 millió forintos árajánlatokat, és akkor oké, de hát honnan szerzük ezt a pénzt, egy fillérem nincsen nekem se, meg másnak se. És akkor megint jöttek ezek a gondolatok, jaj, de hát mibe kerülne ember, hát itt vagytok 120 ezeren a csoportban, mindenki ad 1000 forintot, és akkor megcsináltad 120 millió forintot, egy olyan oldalt lehet csinálni, és a fenntartás, a havi több 100 000 forintos fenntartása is, mit tudom, egy 10 évig van. De hát én, mikor jöttek nekem ezekkel a dolgokkal, hogy oké, akkor dobjátok össze erre a pénzt, ám nincs az az Isten, hogy én még egyszer egy ilyenbe beleálljak, hogy gyerekek,
dobjunk össze 1000 forintot, csinálunk egy olyan oldalt, ami 10 évig mindenkinek ingyenes. Nem, senki. Tudod, senki nem jött azzal, figyelj, én beletennék ennyit, de ugye most ugye páran megcsináltuk, beletettünk több millió forintot, meg vállaltuk annak a felelősségét, hogy azt a több százezer forintos költséget, ameddig az oldal föl nem megy oda, hogy mit tudom, lesznek rajta 1000-en, akik mondjuk fizetnek 1 eurót, akkor az mondjuk el tudja tartani a mostani oldal kondícióval a dolgot, még ettől nagyon messze vagyunk. Tehát megcsináltuk, és ugye akkor jönnek ugye bizonyos emberek itt a Facebookon, jönnek azzal, hogy miért nem ingyenes az oldal? És akkor csak olyan szívesen megkérdezni, hogy ember, ne haragudj már, te mennyi pénzt tettél bele abba, hogy ez az oldal ingyenes legyen mindenkinek. Azon túl, hogy te mit profitálsz belőle. Szóval, hogy ez hiányzik az emberekben. Hihetetlen dolgokat tudnánk létrehozni. Csak ez a 100 000 ember, aki itt van benn, olyan dolgokat tudna létrehozni úgy, hogy nekik minimális a befektetés. Tehát amikor azt mondom, hogy oké, 120 000 ember adjon be 1000 forintot, és 120 millió forintból veszünk 3 olyan birtokot, ahol tud élni 50 család, akik egy éven belül önellátóra tudják teremteni azt a könyvét. Mennyi befektetés mindenkinek? Semmi. Nulla. Elmész és iszol egy kávét a busz megállóba, körülbelül annak az ára. És hány ember keres megoldást arra, hogy én jönnék, csinálnám, nem tudok hol lakni. Nap, mint nap írnak nekem emberek. Csinálnám, ehhez van tehetségem, szeretnék egy közösséghez csatlakozni. És akkor azt mondom, figyelj, se helyeim nincsenek, se nincs összeállva a közösség, se pénzügyi háttér nincsen ahhoz, hogy nagy dolgokat teremtsünk. És én átlátom az egészet, hogy milyen könnyű lenne ezt az egészet létrehozni apró, pici, apró beadott dolgokból. És akkor ugye ott van a régi minták, az, hogy de a vezető az mit fog csinálni az a pénzzel? Hát ember mit csinál? Hát az emberek a normális vezető az emberek a szolgálatára forgatja vissza. De ez hülyeség, ez biztos azok, hogy biztos van mögötte valami. Igen, ez a fajta bizalom nélkül. Ugye az ember soha nem fog tudni semmit előrelépni, mert egy közösségben részt venni az egy nagyon nagyfokú bizalom. És az, akit én úgy gondolok, hogy ez az ember alkalmas arra, hogy az én tizedesem legyen, vagy az én mi századosunk legyen, vagy a mi ezredesünk legyen, akkor az olyan, hogy oké, abban én hajlandó vagyok időt, energiát, pénzt beletenni arra, hogy valamit együtt alkossunk, mert ez az ember képes arra, hogy létrehozza azt, amire én is vágyok, és nagyon nem az életemet kéri, hanem nagyon apró dolgokat kér, hogy oké, ez együtt, volt egy együttes vágyunk. És akkor azt mondja, oké, csináljunk egy birtokot, csináljunk 10 ilyen birtokot. Mindig arra várunk, hogy valami milliárdos bejön, és akkor bedobja majd a nagy pénzt, és akkor mindenkinek a szolgálatára ő azt odaadja. De a milliárdosok azért milliárdosok, mert nem adnak egy filler se, semmire sose. Szóval mindig csak vannak nagy szövegek, majd így, meg úgy, meg amúgy, de nincsenek Mátyás királyok már, meg Rákóczi Ferencek, akik a vagyonukat arra áldozták, hogy az emberek jólétét szolgálják. Akkor mit lehet csinálni? Akkor lehet egy alulról épülő társadalmat csinálni. És akkor mindenki valami apró dolgot hozzátesz, és együtt építjük, és akkor adjátok annak az embernek, aki úgy gondolja, hogy a legjobb. Nem nekem. Találjatok magatoknak olyan embereket, akik úgy gondoljátok, hogy a ti közösségeteknek jó, és menjetek, és dolgozzatok együtt vele. Adjatok bele abba a dologba, amit úgy gondoljátok, hogy érdemes. Mert kapni nagyon könnyű. Kapni nagyon, az ember erre van ráállva. Menjek, nézem minden az, hogy mi a hasznom. Hogyan tudom a legkevesebbet beletenni? A fogyasztói társadalom az profitorientált. Ezzel csapnak be bennünket, hogy állandóan mindig azt a dolgot, azt a lehetőséget adják meg nektek, hogy nézd itt akcióban, féláron adják. Féláron tudom megszerezni. De mi van akkor, amikor csak azt mondja valaki, hogy figyelj, adok neked ennyit. Ingyen, nem kell semmi. Hát hogy, ebben biztos, hogy valami trükk van. Az úgy csak szeretnénk neked adni. És amikor realizálod, érted azt a dolgot, hogy várj, én ingyen kaptam valamit, akkor ott van benned az az igény, hogy figyelj, szeretném valahogy ezt meghálálni. Szóval annyi dolgot kaptam tőled az életemből, szeretném most valahogy neked meghálálni. Ugye az emberek nincsenek ehhez hozzászokva egyáltalán. Pedig ezt kellene. Hogy akarsz kapni, kezdj el adni. Önzetlenül adni, segíteni,
olyan embereknek, akiktől tudod, hogy soha az életében nem fogja tudni neked visszaadni. Mert hogyha minden nap ezt a fajta mentalitást erősíted magadba, egy nap alkalmas leszel arra, hogy egy közösségbe részt vegyél. Nem vezetni, részt venni. Mert azok, akik ilyen jellegű közösségeket fognak a jövőben felépíteni, ha megnézed az életük, őnek az egész életük erről szólt, hogy jöttek, adtak, mindegy, volt belőle, nincs, semmi nem jön vissza belőle, akkor is jönnek, adják, csinálják. Mert az a dolguk, ők arra vannak, ők arra jönnek ide. És teljes mértékben fölötte állnak annak a dolognak, hogy profit, oké, ha van profit, jó, tudjuk használni jó dologra, ha nem, akkor meg nem, akkor is az ember megy és csinálja. Szóval valahogy ezt meg kéne nekünk tanulni, és ezeket a régi mintákat kitörölni a fejünkből, hogy a vezető az rossz, hogy a rendszerek azok rosszak. Itt van az internet, egy elég ördögi dolog alapvetően, mert ezekkel az okos technológiákkal azt az érzékelésünket veszik el, hogy mi telepátiával tudjunk messziről kommunikálni, akár bárkivel is, még aboriginál, ilyen benszülöttek, ilyen természetközeli népek ezt még ma is tudják működtetni. Nekik nem kell internet. Nekik ott van ez a spirituális net, amin keresztül tudnak. Ugye megcsinálták nekünk azt a dolgot, hogy az emberiség most fejlődik, nyílik ki az érzékelés, mert egy magasabb rezgésű korba megyünk át. Ők egyből adnak nekünk olyan technológiákat, amivel nem kell kiépítsük ezt, nem kell dolgozzunk ezen, mert automatikusan ott van. Ugye gondolkozik helyetted a telefonod, egyre hülyébb leszel tőle, minél több okos dologgal veszed körbe magad, GPS, okos telefonszám, egyre hülyébb leszel, és egyre jobban nem használod azt az érzékelésedet, ami alapvetően lenne. Tehát itt van ez az internet. Ugye ezen hogyan dolgoznak a régi rendszerek? Hogyan manipulálnak emberek milliárdjait ma? Ezeken a technológiákon keresztül ők rendszerekbe hozzák. Beleteszik az önérdek démona, beleteszi a profitot, és a profit alapon, érdek alapon összeállnak rendszerek, és akkor ezeket működtetik őrült potenciával működő dolgok. Mi látjuk azt, hogy hogyan épül a világ. Na most itt nem a rendszerekkel van gond, hanem azzal, hogy a rendszert ki működteti, mi a tudatos kéz mögötte. Tehát nem az internettel van baj, nem a pénzzel van baj, nem a belerakott energiával, munkával van baj, hanem az, hogy ki csinálja, hova, miért, milyen mentalitással, stb. Tehát, hogyha most azt akarjuk, hogy mi át akarjuk írni a rossz mintákat, azokat a mintákat, amikre ezt a rendszert használják, ugye, mert nagyon sokan ugye elindulnak a spirituális irányba, ó, nekem ez se kell. Persze, ne használd, de nem is leszel hatásos. Hogyha mi ki tudjuk, tehát a kés az nem rossz. A kést lehet használni ölni, meg a kést lehet használni gyógyítani. Ez csak egy energia. És az azon függ, hogy az energiát, aki használja, az milyen tudatállapotban van, hogy mire tudja ő azt használni. Itt van a net, oké. Nagyon jó, tudunk kapcsolódni. Itt ezt tudjuk iszonyatosan jó dolgokra használni, mert nagyon hamar tudunk kapcsolatot teremteni, és összeállni közösségekbe, nagy dolgokat létrehozni, nagyon gyorsan megy az információ, és ugye rengeteg ember keres most, tehát engem keresnek nap, mint nap emberek százai, hogy adjak kapcsolódási pontokat, ő jönne haza innen, onnan, amonnan, a környékemen, hol meg. Én látom, hogy van erre igény, hogy kapcsolódjanak. Létrehoztuk ezt a dolgot, ahol bejöhetnek emberek, megtalálják egymást, aztán amikor már majd működő közösségek lesznek minden faluban, akkor ki a francnak kell az internet? Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy közösség nélkül nem fog menni. Közösség nélkül, ha ez a rendszer beomlik és befog, aki nem hisz benne, az már ebben a csoportban is rossz helyen van, rossz buszon ül. Közösségek nélkül nem fog menni. És ahhoz, hogy a közösségekben részt tudjunk venni, vagy netalántán közösségek alakuljanak körülöttünk, ahhoz az kell, hogy a fejünkben teljesen megváltoztatjuk a mentalitásunkat, hogy ha valaki akar egy vezető lenni, sőt, vezetők... Egyetlen igazi vezető nem akart sose vezető lenni. Vezetővé tették.
amikor Kassai Lajos mondja, hogy ő csak ment, csinálta a dolgát, és nézte, hogy emberek százai mennek mögötte. Igen, ha valaki vezető akar lenni, az ne legyen vezető. Vezető olyan ember legyen, aki nem akar vezető lenni, de valamit nagyon jól csinál, és emberek tömegei mennek utána. Az legyen vezető, aki úgy gondolja, hogy szolgálatként éli meg az egészet. Mert hogyha valakinek valami hamis motivációja van azzal, akkor az ne akarjon embereket vezetni. Ennyi, nagyon egyszerű dolog. És hogyha akarunk közösségben működni, közösségeket vezetni, akkor ez a tizedes rendszer egy teljesen alkalmas rendszer arra, hogy alulról építkező, egy nagyon ideális társadalmat hozzunk létre. Mert ez a valódi demokrácia, amikor 10 ember kiválasztja a legalkalmasabbat, aki őket tudja képviselni. És onnan az visszahívható az az ember, figyelj, nem jól csináltad a dolgodat, most legyen ő. Abszolút demokrácia. Nem mismásoljuk itt a szavazásokat, meg így, meg úgy, meg manipuláljuk az embereknek az a tudatát azzal, hogy most éppen kit rakjanak be oda. Ezek nem működő rendszerek, és ezek le is fognak cserélődni, de ahhoz, hogy mi tudjuk, hogy mi a kiút, akkor először a mi fejünkben kell megváltoztatni az elképzelést, hogy ennek hogyan kell működni, és kell legyen benne a bizalom, kell legyen benne az, hogy én mit tudok tenni. Tehát ameddig az ember abban él, hogy ő mit tud kivenni valamiből folyamatosan, az az ember soha nem lesz alkalmas arra, hogy egy közösségben részt vegyen. Egyébként nagyon-nagyon örülök, hogy az égiek úgy rendezték el, hogy ez az oldal egy jelképes összeggel van fenntartva, hogy emberek jönnek, és be kell tenni 1 eurót. Mert itt azonnal megszűrjük azt a dolgot, hogy ki az, aki akar adni is nagyon minimumot, akar hozzátenni valamihez, hogy valami menjen, és nem csak elvenni akar belőle. Én nem akarok olyan emberekkel közösségben élni, létezni, akik csak jönnek és akarnak elvenni. Persze az elején az ember türelmes, mert azt mondja, jó, hát ezen az elven működik, majd megváltozik, és akkor majd adunk neki, és hát ha van benne az a dolog, hogy ó, nekem állandóan adnak, ehhez nem vagyok hozzászokva, hogy csak adnak. Majd ha változik, de ha nem változik, és valakik örökké valóan elvevő, ilyen parazita tudatállapotban létező emberek, hogy állandóan csak azt nézi, honnan mit tud elvenni, és soha nem akar adni, azok az emberek nem fognak. Automatikusan a közösség ki fogja őket dobni, és ugye ezeket ilyen módszerekkel meg lehet szűrni már azonnal, hogy hajlandó-e vagy te is beletenni valamibe, hogy valami működjön, hogy valamit együtt közösen létre tudjunk hozni. Ha nem változunk, akkor ezek a dolgok nem fognak számunkra működni, és kint maradunk egyedül a világban. Tehát bizalom nélkül, az adás folyamata nélkül soha senki nem fog semmilyen bőséghez jutni, anyagi téren, kapcsolati téren, mentálisan, spirituálisan végképp nem, mert ott a spiritualitás az pont arról szól, hogy az ember ezt a gyökércsakrás, ezt a létfenntartós, állandó, profitorientált énnyét szépen háttérbe helyezi, és az egész élete egyfajta szolgálattá válik, vagy azzá, hogy ő folyamatosan az adás hangulatában van, aztán jön, ami jön, és olyankor jön a valódi bőség, akkor, amikor rádontják azt, hogy ami pénzben nem is mérhető, az egy leírhatatlan élmény. És azok az emberek, akik ezeket a dimenziókat megérintik, őket nem fogja érdekelni semmi. Semmi az, hogy van-e valami, vagy nincs-e valami, mert ők mindig abból a forrásból, abból a végtelen forrásból merítik az energiát, azt, amit adnak, ami kimeríthetetlen. Mert ugye sokan manapság ugye jön ez a hú, akkor tudsz csak adni, hogyha adsz is magadnak. Hát ez akkor van, hogyha az ember nincs bekötve egy örökkévaló energiaforrásba, és folyamatosan nem abból merít, mert akkor végtelen energiája van. Annyiszor kérdezik, hogy honnan van neked ennyi energiát, hogy mindig mindenkire, és akkor ez persze limitált, mert az idő, a tér és az idő az valamennyire limitálja ezt a dolgot, de hogy mindig van energia másokra. Azért, mert az energia nem onnan jön, nem a saját
tarsolyból jön, amit én kis energiát összegyűjtök kintről, és akkor azt szépen visszaadom kifelé, hanem azt kell megtanuljunk, hogy hogyan csatolódjunk be egy olyan energiaforrásba, ahol örökkévalóan omlik le rád az a fajta energia, amit utána te ki tudsz küldeni. De ez már egy másik téma, ez lehet, hogy már nem ebben a csoportban való téma. Jó, ennyit szerettem volna igazából mondani, hogy ha akarunk nagy dolgokat csinálni, akkor össze kell állni, össze kell fogni, és mindenkinek a fejében egyetlen dolog legyen. Mi az, amit én ehhez tudok adni, ahhoz a közöshöz. Jövünk egy jó kis batyus fesztiválra, és mindenki üres kézzel jön, és nézi az asztalt, hogy igen, és akkor itt ez a fesztivál ingyenes, ugye? Nagyon jó, szuper. Mit tudunk enni? Nem tudom, mit hoztál? Ugye? És akkor van a döbbenés, hogy hát nincs itt semmi. Persze, mert nem hoztál te se semmit, meg te se. Amikor elmész egy olyan batyús buliba, ahol bőség van, mert mindenki jött és hozta, amit ő tudott, és ami még ott marad, azt még szétosztjuk másoknak, mert annyit hoztatok, az a közösség működik. Jó? De ezt csak így akartam elgondolkoztatónak, hogy legyen ma min meditálgatni annak, akit érdekel, annak, aki szereti. Na, szép napot, ennyi jött ma.